Míg megáll a nyugatinál, itt igazibb az élet az igazinál. Mikor beszorul a világ egy imába, és könyörögni hozzá, de hiába. Megint úton vagyunk. Februárban és márciusban vannak a kerületi küldöttgyűlések. Remek alkalom arra, hogy az összes csapatvezetővel találkozzunk. Most éppen az Észak-Alföldi kerületi küldöttgyűlésre érkezek Kisvárdára. Aztán holnap pedig utazok tovább Miskolcra, mert a második kerületi küldöttgyűlés lesz. Ez persze nem a kerületi közgyűlés még, hanem a 9. cserkészkerületi farsang, amelyet egy helyen és egy időben szerveztek meg a közgyűléssel. Aki még nem volt kerületi vagy országos közgyűlésen, azoknak gyorsan elmesélem, mi történik egy ilyen alkalommal. Az elnökség beszámol az előző évi programokról és a költségvetésről, amit a közgyűlés elfogad vagy nem fogad el. Ezt követően bemutatják a következő évi programterveket, illetve a következő évi költségvetési tervezetet, amelyet szintén el kell fogadni a közgyűlésnek. Most tisztújtó közgyűlés volt, nem csak egy évről számoltak be, hanem az elmúlt 4 évről is. A kerület létszáma 190-ről 325 főre növekedett, ami 71%-os növekedés. Ez akkor is fantasztikus teljesítmény, még hogyha a legkisebb kerületünkről is beszélünk. 9 csapatról 12-re emelkedett a csapatok létszáma. A képzett vezetők száma pedig 20-ról 63-ra, szóval óriási eredményeket ért el ez a kerület. Új elnökséget választott a kerület, Bepe Hatházi Peti és a Búzás Eszternek a személyében. Egy nagy köszönet illeti az előző elnökségnek a munkáját. Főleg Szabolcsit, aki 15 évig volt a kerületnek az elnöke, és tényleg a tetszhalott állapotból hozta vissza a kerületet. Sajnos nem maradhattam addig Kisvárdán, ameddig szerettem volna, tovább kellett indulni Miskolcra. 180 kilométer, néha több. Valamiért mégis mindig eljövök. Kapud alatt álltam város évekig. Nem maradtam soha nálad reggelig. És már meg is érkeztünk a második kerületi küldöttgyűlésre Miskolcra. A forgatókönyvét is ugyanaz volt nagyjából, mint Kisvárdán. Az elnökség beszámolt az előző évi munkájáról, majd megválasztották az új kerületi elnökséget. Itt nem változott az elnökség, újabb ciklusra kapott mandátumot a régi elnökség, Jernei Peti, Feledi Petya és Dobos Tomi. Ez a kerület nagyon jó forrásteremtésben, tavaly avatták fel az új kerületi központjukat, emellett van 2 cserkészpark is a kerületben, és jövőre fogjuk felújítani az új Miskolci Cserkészházat, amely közösségi házként fog működni. Az idei évi nagy program a második kerületben a kerületi nagy tábor lesz, amit augusztus 5 és 13-a között fognak megszervezni. Na, a vége van a küldőgyűlésnek, le is indultunk haza a telekocsival. Köszönjük szépen a cserkészeknek. Milyen volt a küldőgyűlés? Eredményes. Hosszú, de csak azért miért. De betartottam az 10 percet. Mindenki tudja, ez nem igaz. Ez a város, Miskolc.